Jánosok nevében nagy szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm meg Püspök Atyát, Mária Szent neve Püspök. Azért is, mert nekem mert engem Püspök Atya szentel diakonusságra tettem, Kőbányán munkás Szent József templomban. A mai napon nagyon megköszönt az, hogy én is világunk, köszönjük meg ezen a szépénetben. Nagyon köszönjük, hogy a Hormonda, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy idő rövidsége elengedje minnyáján átéltünk, hogy a mai nap mennyire fontos lenni életünk jövőző szempontjából, amelyik vagyunk ilyen sokan. Illetve Atyát, hogy imádkozom értünk, hogy hát főségünk lelki megújulásáért, és minden egyes jelen lévő zarándor szándékáért, azért, hogy mindig édesanyám többen járás által, Isten kegyelme értessen, oldalmunkban irányítson a bennünket. Hálásan köszönjük, tehát főségünknek nyújtott támogatást, amelynek segítségével a befaladott mindaki kapunk újra utána hová tudtunk tenni. Ezen túl az idő és a mozgás korlátozott hívek, valamint a baba kocsival érkező szülők könnyebben nyugodnak be a templomba az északi lejáraton keresztül. Arra is szeretni megtudni a Atyát, hogy szenteljünk az ajtót azért, hogy a kérdés keresztül lépve a templomba, illetve meg Isten kegyelmét, és ezzel a kegyelemmel elterve szaporulom el. Így a szentmise elején majd fogja Püspök Atya megszentelni a ajtót. Ezzel az apróval, az ajtóval kapcsolatban szeretnénk köszönetet mondani Kovács Kérdának, egy a főségünk tanácsadó testülete tagjának, aki vállalta a kapu elkészítésének lebonyolítását és a kezden járó sok-sok szerkesztő munkát. Köszönjük neki mindenre odaadó munkáját, az áldozatot. Most átadnám Püspök Atyának a szót, hogy mutassuk a szentmisét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te kedved. Nagyon-nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is Szent Atyákat, Szent Atyát, Fiú Atyát, kedves nővéreket, polgármesterünket, államtitkárunkat, ügyvédünket, barátságokat, tábornok az érkezetteket. Krisztus mondta, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek. Vele érkezem, ő pedig én velem. Mikor megállok az újonnan megnyitott templom kaput, arra is gondolunk, hogy a szívünk is titokzatos kapu, amelyen Krisztus Úrunk kopogtat. Kérjük azt, hogy minden gyerek szíve, fiatal szíve, nyitva álljon az Isten igéje a kegyelem előtt. Ebben tudják a kapuja, a családjaink kapuja, nyitva legyen az imádság előtt, az ünnep előtt. A nemzetünk kapuja is kinyíljon újra fölfelé, Isten kegyelme előtt, és kopogta az életünk kapuján. Tudunk neki ajtót nyitni, ezt kérjük most az ő áldását. Köszönöm.
kapu, aki ezen átmegy be, az üdvözül, akár felép, akár kimegy, mindig legelőre talál. Kérünk tehát, Urunk, kezen a kapun belépő hívei, fiad Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel eltelve járuljanak hozzád, Atyánk, aki benne való hittel és bizalommal sietnek templomodban, kitartanak az apostolok tanításában, a kenyértörés közösségében, és áldozatosak az imában, azok a mennyei Jeruzsálem építésében mind jobban növekedjenek. Áldja meg ezt a megújított templomkapu, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mert lehetem édesek a víznél,
és befizettelek be is mindenkor. Szeretett Úr, eleve arra rendelünk minket, hogy akaratára szentése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk költséges kegyelmet, amelyet szeretett fiával jóságosan megajánlott. Ő bennünk kell, hogy is az örökséget annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásán mondja. Szolgáljuk tehát költséges dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusban rendelkeztünk. Isten. Fiatal lány, aki főiskolás korában indult
állandóan unatkozni éjszakában ezzel. Lassan kérünk abba vette a tanulmányait, kábítószerek és hozzámegy. Tartján is látszott, hogy az életet teljesen szétesülni. Szülei kétségtelesen nagy nehezen bennünket tudtatni a keresztény közösségbe, ahol az atya pszichológián is végzett, több alkalommal próbált a lányra beszélni, de semmi hatásának nem volt. Nyáron aztán a lány elment Olaszországba dolgozni. Ősszel, ahogyan visszatért, az arca teljesen meg volt változva, és így volt. Thank you.
forrása megtanít minket látni. Hányszor az ember vak arra, hogy megértse az életet igazi értelmét. Arra, hogy meglássa a házastársával a felebarátjával, Isten gyermekét, remekülvét. Arra adott nekünk Isten, hogy szeressen a szolgáját. Hányszor vakok vagyunk meglátni az életünkben az igazán fontos dolgokat. Ahogyan Szűzanya tiszta szívével látta az élő Krisztus, a betegeni ászorban is, az Isten fián, a kereszt alatt is. Igaz volt benne az evangélium szava, tiszta szívűek, boldogok, mert meglátják az Istenet. Valószínűleg, hogy tegelemnek így adnál a mi szemeinket is. A mi életünk betegeni ászorában, a szegénységében, a mi keresztjeink hordozásokat meglássuk az élő Krisztust. Afrikában tölthettem az életemből kicsit több mint egy hónapot. Álmodva láttam az ottani kereszténység, a katolikus egyháznak az életet és születését. Találkoztam például egy fiatalemberrel, aki elmesélte az életét kősebbőben született, Afrikában érkezett oda a misszió két fiatal olasz atya. 70 faluban jártak, mindegyik a Jóvitán katolikus közösség. Az atyák soha nem siettek, gyönyörűen látták rá a 70 faluban álló hatalmas Jóvitánját. Ez a fiú kősebbőből kezdett el a misszióba járni, itt annak. De annak ellenére, hogy legtöbbször, ahogy este, az ősendő keresztül, még a vaksötétben hazaért, még egyáltalán a falu fogán férfiai, öregjei megverték. Azt mondták neki, miért kell neked a fehére, Istenem? Miért nem jó, ha milyen? Ebből a kisfiúból nem lehetett kiverni ezt a hitet, amit ő hallott. Valamint meghúzított el. Tehát főnök elhatározta, hogy igazi keresztény családot alapít. Ott törzsi világban az alig-alig volt tehetséges. Több nehézségben értek a törzsek. Nem a fiatalok választották a házastársukat, hanem törzsi szabályok szerint kellett választani. A fiatalember elhatározta, hogy nem ilyen házastársa lesz, hanem olyan, mint ő szeretettől szabadon választ. Megszeretett egy lányt, megszöktette, lány is keresztény élet. Elmentek, onnan építettek egy kicsit házat, földet művettek, elkezdték a gyönyörű kicsi családjuk életét. Azonban a falunak fogának férfiai megtudták, ahol a fiatal párhol él. Elmentek oda, a házat földgyújtották, lerombolták. Mindeneket, ami itt volt, elvették. Ezt a fiatalembert újra rettenetesen elvették. Így sebesülten menekült az atyám a missziós központban, ahonnan addig is rengeteg segítséget kapott. Hogy lassanként a sebeiből felépült, rádöbbent arra, hogy ő valóban keresztény, akkor nem tehet más, mint hogy megbocsásson. Újra és újra, 77-szer. Azt is megértette, hogy ő nem csak azért lett szabaddá, hogy a maga élete szebb legyen, hanem hogy a törzsét is megpróbálja fölemelni. Egy nagy elhatározást tett, visszaköltözött a régi falujában egyedül, feleségét nem merte oda vinni, hogy valami baj történjen vele. Földet művelt, ahogyan az első termése beérett, akkor szinte mindenét, ami volt, teljes termés, zsákokat tett
ember, letette a való közepénél odaadta azoknak, akik az egész gyerekkorát megkeserítették, számtalanszor elvették, a házán fölgyújtották, temeretlen akartak hívni a szemüknek. Aztán utakat ásott az Atyán segítségével, mikor mi ott jártunk, az egész környék az ő útjaira járt inni. De talán nem is csak vízért, hanem hogy lássák az ő gyönyörű családját. Azt, ahogyan ő szereti az egyetlen feleségét, ahogyan szeretettel, szerénységgel, bölcsességgel nevelik a gyermekeiket, irigyetten nézték őket az asszonyok. Aztán környékben meghalt a tanító. Senki nem akarta vállalni ezt az állást, mert az állam általában semmilyen fizetést a tanítóknak nem tud adni. Ez a fiatalember elvállalta. Amikor mi ott jártunk, 140 gyereket tanított egyedül. Délelőtt és délután. Aztán beomlott az iskola tetején, senki nem törődött vele. Ő azt a szinte semmi pénzét, amilyen volt, mint beáldoztak, cementet tettek, fákat öntöttek ki, újraépítették az iskola tetejét. Neki számított is, hogy számított a gyerek. Csillogott a szemem, ahogy mesélte az életét. Neki az evangélium nem régi szép történetek voltak, hanem ez volt az életet. Testvérek, mennyire nem szükségünk benne ilyen csillogó szemű emberekre és fiatalokra. Kegyelem forrása az, hogy meg tudja tisztítani a szemünket. Imádkozunk azért, hogy minél több fiatal, ehhez a forráshoz minél több családban az éltető forrás ott legyen. Már tudunk, hogy a nemzetünk is megnyíljon újra a kegyelem forrása előtt. Európán is újra támadja az éltető forrás. És nem minél több fel a barátunk szívéhez. Amen. Hiszen az egyetemben Thank you.
Thank you.
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjék téged arcodhás az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent élek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és téged gyűjtesz magad köré szőkelem, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent élet által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis annak éjszakán, amelyen elárulhatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az értesen, mely értetek adani. Thank you.
Oh.
kérdésünkre Jézus Krisztusnak. Mindenféle. De tényleg hálások vagyunk mi, közvetlen munkatársak, akik valamiben találkoznak. Jóságot a földbe,
Szent Magyar Orkodat, tiszta lelkét nőzzel. Szent Imre Erkek, kevén tisztaság. Mért itt Mária, kölyörök nyíltünk. Ádrén Arkád királynéna, tiszta lelkét nőzzel.
Köszönöm szépen!